Május 18-án ünnepeljük a Múzeumi Világnapot. A Klapka György Múzeum május 14-én szombaton várja programokkal a látogatókat a Kelemen László utcai főépületbe és a Vág utcai Kecskésházba. A központi témája ennek az idei világnapnak az alapítók, a múzeum szempontjából jelentős személyiségek, és ezért is jött ugye egyrészt a múzeumnak a főépülete, ahol a római kiállandó kiállítás van, illetve a Kecskés László emlékház. Ugye Kecskés László volt helytörténészként a múzeumnak az alapítója 1965-ben, 2020 óta tulajdonképpen az ő háza, amelyben 1947-től haláláig 1995-ig lakott. Tehát ez a ház, ez már emlékházként a múzeumnak az egyik tagintézménye. De ez egy nagyon jó hely, hiszen kertje is van. Nagyon szépen annak idején a Laci bácsi, hogy kialakította, mi ezt próbáljuk gondozni. Tehát ezért ott tartjuk a rendezvény egy részét. És a főépületben pedig azért, mert ugye Borhi László az, aki a múzeumnak a szempontjából egy nagyon jelentős személy. 30 évvel, 1992-ben, tehát 30 évvel ezelőtt kezdtük meg közösen a brigéciói feltárásokat, tehát ez már történelem, tényleg lehet mondani. És hát akkor még egyetemi tanársegédként jött és vezette a feltárásokat, ma már pedig az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora, és hát az ő munkássága, tevékenysége, tudományos munkássága, kapcsolatrendszere az, amellyel a múzeum bekerült a tudományos, a kulturális és a turisztika világába. Tehát igazándiból neki nagyon sokat köszönhetünk, ezért ő a másik személy, akit mi szeretnénk bemutatni. És ugye a római kiállítás és az itt majd elhangzó előadások is kapcsolódnak majd hozzá. A világnap tematikája kapcsán a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége felhívásában arra kérte a múzeumokat, hogy készítsenek egy 10-20 másodperces összeállítást, melyben a múzeum alapítója, illetve jelentős személye és a múzeum egy kiemelt műtárgya jelenik meg. Ezt egy közös kisfilmé fűzik össze, melyet a világnap alkalmából valamennyi múzeum feltölt majd a közösségi oldalára.